November 21-én, pénteken az Ifjúsági Fórum munkálatait megtisztelte jelenlétével Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatási, kulturális, ifjúságpolitikai és sportért felelős biztosa is. A plenáris ülés első felszólalójaként Émile Bock, Kolozsvár polgármestere expozéjában a jelenlegi fiatalságot szerencsés nemzedéknek nevezte, utalva arra, hogy a történelem legdemokratikusabb, legbiztonságosabb periódusában élnek. És ezt a tényt elsősorban az egykori kommunista tömb országaiból származók kell nagyra becsüljék. Beszédében arra is kitért, hogy a demokrácia önmagában nem nyújt megoldásokat a gazdasági válság okozta kihívásokra. Ezeket éppen a fiataloknak kell megtalálniuk, elsősorban helyi szinten. Befejezésképpen reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a jelenlévők messze földre elviszik a város jó hírnevét, ezáltal is hozzájárulva a jövő évi események promoválásához. Románia kormánya részéről Cosmin Krisztián államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. Felszólalásában sajnálatosnak nevezte, hogy fiatalság terén Romániának a mai napig két oldala mutatkozik. Egyik a városi fiatalságé, amely jobban, a másik a falusi fiatalságé, amelyik kevésbé jól hallatja a hangját. A kormány úgynevezett meghallgatási programját a vidéki fiatalok felé is ki kell terjeszteni. Navracsics Tibor, EU biztos, nyílt színi tapsot kapott akkor, amikor frappánsan kijelentette. Tárcáját a bizottsági leosztás legszebbikének tartja. Politikusi hitvallásként a mindenkori párbeszéd jelenlétét fogalmazta meg, rámutatván, hogy ennek segítségével a nézeteltérések is megoldhatók lesznek. Biztosi tevékenységének három prioritásaként a dialógust, az ifjúság döntésközelbe való bevonását és a tájékoztatással közösen megvalósított oktatást jelölte meg. Előadását követően Navracsics Tibor válaszolt néhány a fiatalok köréből érkező kérdésre, majd rövid informális megbeszélésen vett részt az Ifjúsági Fórum elnökségével. Ennek befejeztével válaszolt néhány újságírói kérdésre. Szerkesztőségünk nevében arra voltunk kíváncsiak, lévén, hogy a kérdéskör politika elméleti tevékenységének egyik szakterülete, vajon hogyan látja a biztos, a többségi és a konszenzusos demokrácia hatását a kisebbségekre? Ez egy nehéz kérdés, mert minden államnak a saját nemzeti sajátosságainak és belső adottságainak megfelelően kell kialakítani a demokratikus berendezkedését, és én, mint Európai Uniós biztos, nyilván nem kommentálhatom egyik tagállam alkotmányos berendezkedését sem, és belpolitikai berendezkedését sem. Az tény, hogy a politikatudomány azt állapítja meg, hogy általában a homogén kultúrájú, homogén regionális adottságokkal rendelkező országok tendálnak inkább a többségi megoldás felé, és a heterogenitást magáénak tudó országok pedig általában a konszenzusos megoldás felé. Nyilván mindegyik ország a saját politikai hagyományainak megfelelően keresi meg a helyét ezen a skálán. De engem az érdekel, hogy veszélyt jelent a többségi demokrácia a kisebbségre vonatkozóan. A kisebbségekre vonatkozóan az jelent veszélyt, hogyha az alkotmányos garanciákat nem tartja be egy ország. Ez független a demokrácia típusától, az alkotmányos garanciákat és a jogszabályokat be kell tartani. Ha ezek nincsenek betartva, az veszélyt jelent a kisebbségekre. Stratégiai partnerséget ajánlott az Európai Ifjúsági Fórumnak, ezt a jövőben hogyan képzeli el kivitelezni? És egy másik kérdés ezzel kapcsolatosan, több közös problémát is felvetettek az ifjúsági szervezetek, melyeket tartja a legsürgősebben megoldani? A stratégiai partnerség egy olyan folyamatos párbeszédet jelent, amelynek keretében az én portfóliómhoz tartozó leglényegesebb kérdéseket, jelen esetben az ifjúságot érintő kérdéseket meg tudjuk folyamatosan vitatni, megpróbálva elkerülni a konfliktusokat ezáltal, és előrébb jutni az ifjúság helyzetének a megoldásánál. Itt a beszélgetés során is kijött, az egyik legfontosabb probléma az ifjúsági munkanélküliség, hiszen vannak olyan országok, ahol 50%-nál magasabb az ifjúsági munkanélküliség aránya, ami gyakorlatilag teljes esélytelenséget és perspektívátlanságot jelent ezekben az országokban a fiatalok számára. De legalább ekkora problémát jelent az egyetemisták számára az egyetemi tanulmányok növekvő költségei, ahol ugyan kevesebb kompetenciával rendelkezünk, hiszen még az ifjúsági munkanélküliségnél vannak olyan uniós eszközök, amivel tudjuk segíteni a tagállamokat ebben a harcban. A felsőoktatási rendszer, illetve általában az oktatási rendszer mind nemzeti szinthez tartozik, tehát amit mi tudunk tenni, az inkább a kapcsolatok ápolása, illetve a különböző eszmecserék és a szakmai konferenciák szervezése, illetve a reformok támogatása.
Kolozsvár lesz európai ifjúsági fővárosa 2015-ben. Számíthatunk esetleg a jelenlétére, jövőre is, és mit üzen a városnak? A városnak azt üzenem, hogy tartsa fönn azt a példátlan örökséget, amit az elmúlt évszázadok ráhagytak, legyen szó akár kulturális, akár művészeti, akár politikai örökségről, hiszen Kolozsvár Közép-Európa egyik legjelentősebb városa, nem csak földrajzi fekvéséből adódóan, hanem az itt élő közösségekből adódóan is, és természetesen, amint módom lesz rá, akkor jövök, és itt leszek.